És tisztelettel köszöntöm Önöket. A magyar kultúra lovagrendje és a falvak kultúrájáért alapítvány felkérésére a 20. Magyar Kultúra Napja Gála műsorvezetője, Pásti József vagyok, a Batthyány Lajos Művelődési Központ igazgatója, a Mária Rádió szakmai instruktora, tanügyigazgatási és kulturális szakértő újságíró, a Magyar Kultúra lovagja. Kérem vendégeinket, szíveskedjenek helyüket elfoglalni. Rendezvényünkhöz Önöknek és mobiltelefonjaiknak kellemes kikapcsolódást kívánok. Vendégeinket, Önöket Bella Péter, Béres Ferenc díjas, tekerőmuzsikus, a Magyar Kultúra apródja fogadta. Kérem a színpadra Takács Évát Szegedről, a Magyar Kultúra apródját, Nagyváradról Kis Törék Ildikót és Varga Vilmost, a Magyar Kultúra lovagja cím várományosait. Köszönjük. Kedves vendégeink! A Magyar Kultúra napja a nemzeti imádságunk születésnapja. Első himnuszunknak a Boldogasszony anyánk kezdetű egyházi ének tekinthető. A Kárpát-medencében szervezett kulturális rendezvényeken, mint ahogy ma is, gyakran énekeljük régi és új himnuszunkat egyaránt. Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat Himnusz a magyar nép zivataros századaiból címmel 1823-ban ezen a napon fejezte be. Erkel Ferenc megzenésítésében 1844. július 2-án hangzott fel először a Nemzeti Színházban, és 1989-ben foglalták törvénybe. A 2012. január 1-én életbe lépett Magyarország alaptörvénye preambuluma a himnusz első sorával kezdődik. Ez a nap immár 20. alkalommal a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Honvéd Kulturális Egyesület kezdeményezésének eredményeként a nemzetegyes egységesítés példája, a társadalmi szervezetek nemzetközi találkozásának ünnepe, a magyar kultúra legjelesebb ünnepéhez kapcsolódó országos jelentőségű hagyomány. Tisztelt ünneplők! Ünnepségünk fénypontja a kultúra lovagjainak avatása. A Magyar Kultúra Napja gálát a Kultúra Lovagja pályázat tavaszi meghirdetése, a civil szervezetek önértékelése, a pályázattal járó izgalom, 11 ország 156 lovagjának értékelésében való együttműködés, majd a közösségek karácsonyi ajándékaként a jelölés átadása előzte meg. A lovagavatása történelem során általános érvényű szabály nem volt. A 12. századi írások szerint a lovagok az avatás előtti napon meggyóntak, majd fürdőbe mentek. Az utolsó éjszakát a templomban imádkozással és virrasztással töltötték. Ezek után lelkileg és testileg egyaránt megtisztultan várták az avatásukat. Kérem Önöket, gondolatban lépjünk vissza egy évezredet, és lélekben együtt a jelöltekkel éljük át az átvirrasztott éjszakát.